Egy-egy vár vagy kastély szinte mindig az adott település egyik jelképe. Szimbolikus értékű helyszín, különleges helyet foglal a köztudatban, ezért fontos a helyi identitás erősítése. Fontos cél tehát az épületek szellemi újjászületése. Most a 21. század igényeknek megfelelően újraértelmezett formában kapják vissza szerepüket, jól illeszkedve az épületek műemléki adottságaihoz. A Nemzeti Kastély Program keretében a Tiszadobi Andrássy Kastély felújításának a második üteme valósul meg, összesen 1 milliárd 600 millió forintból, és ennek az első ütemre épülve, ahol az infrastruktúrás beruházások már megtörténtek, egy attrakciófejlesztési jellege van, egy új interaktív kiállítás készül, amely az Andrássyak világát mutatja majd be, annak minden részletében, élettörténeti szempontból, a privát szféra szempontjából, a személyes történetek és a személyes motivációk révén. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, még számos beruházás várható Tiszadobon és a kastély területén, de örökségeinknek fontos üzenete is van. Tulajdonképpen azt üzeni, hogy történelmi értékeinket meg kell becsülni, ezt most megtettük, hogy felújításra kerültek, de látogatnunk kell, tovább kell adni a családoknak, és egy nagy turisztikai program keretében, amihez útfejlesztés szükséges, azért el kell jutni ide Tiszadobra, és látni kell minden magyar családnak, ha egy kicsit ilyen nagy szavakat használhatok, ezt a csodálatos kastélyt. Hamarosan egy 1,6 milliárdos fejlesztésnek köszönhetően megújul a kastély környezete, új pompájába tündökölhet a parkja is. Ezt jelenlegi állapotában már Bagyinszky Zoltán fotóművész kiállításán is megtekinthették az érdeklődők pénteken. A fotóművész első komoly fotóját éppen 25 évvel ezelőtt készítette, azóta számos várat és kastélyt megörökített már. Az egyik nagy kedvenc a kastélyok és a várak világa. Több mint 1000 magyar kastélyban fordultam meg, sok-sok kastélyt fotóztam, várat fotóztam, több kiállításon mutattam be. Nem csak fotózni szerettem megörökíteni a régi magyar értékeket, hanem egy ilyen pedagógus attitűd van bennem, megmutatni, büszkének lenni rá, népszerűsíteni azokat az értékeket, amelyekre tényleg nagyon büszkék lehetünk, valóban csodásak, ugye mai kiállítási helyszín is, hála Istennek, egy csoda révén nagyon szépen rendbe lett hozva. A Nemzeti Kastély és Várprogram az ország egész területét lefedi. Művészettörténeti szempontból a legszínvonalasabb épületek szerepelnek benne, melyek bemutatják magyar örökségeinket.